Amikor a megnyitót szerveztük, akkor két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy megint eltelt egy év, és megint átadunk valamit itt az Alprojektumba. Nagyon-nagyon gyorsan pörögnek az események, de igyekszünk mindig menni az idővel, és tényleg valami újdonságot létrehozni. A másik dolog pedig, hogy a határidőt is sikerült betartanunk. Bár először húsvét volt, amit kitűztünk magunk elé, de utána egy sokkal nemesebb cél lebegett előttünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kismamánkat és a játék ihletőjét, kitalálóját, Hegedűs Évit. Ő az, aki nagy lelkesedésével nógatta, buzdította azt a csapatot, azt a kis dolgos csapatot, akik már most sokat szorra fogtak össze, és munkaidőt, energiát nem kímélve haladtak előre, és immáron negyedszer-ötödször, ezt is majd mindjárt megmagyarázom miért, hoztak létre egy kis csodát. Ezek a csodák, ezek közül az első a titkok kertje volt, aztán ezt átalakítva, ez volt az a negyedik-ötödik, át kellett alakítani, hiszen nagyon nagy volt az igény, létrejött egy új titkok kertje, illetve a viharzóna, utána a csodaösvény, és végül most az árnyékvilág. Nagyon nagy segítség volt Évi, hiszen hölgytagként ez a motiválás a fiúknak, ez mindig ott volt, és tényleg bármikor, amikor szükség volt valamire, akkor az ő iránymutatásával mindenki haladt szépen előre. Én különös szeretettel, tisztelettel köszöntöm kollégáimat is, akik részt vettek ebben, hiszen tényleg munkaidőben is van mit csinálni, de utána is. Nagyon fontos az, hogy megint valami újdonságot hozzunk létre, és az idén talán kiemelten ez még-még fontosabb, és azért is nagyon jó, hogy ilyen körben vagyunk jelen ezen a megnyitón, mert tudjuk jól, akik itt vagyunk, hogy térségünknek ez nagyon fontos, hogy ismét jó kedvel, új lendülettel, sok-sok újdonsággal várjuk azokat a látogatókat, akik hozzánk érkeznek, és bízom benne, hogy mindenkinek kedvet is adunk ehhez, hogy csatlakozzon hozzánk, és tényleg így összefogva haladjunk előre, és törtessünk végig ezen az éven, akárhogy is alakul, ki fogjuk bírni, és új célokkal, új reményekkel megyünk majd előre, illetve jön az új korosztály is, aki majd tovább folytatja ezt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. A csapatnak majd jó kiszabadulást kívánok. Nagyon-nagyon sok újdonság és izgalom várja majd őket. Köszönöm. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Igazából azért nagyon jó körbenézni, mert gyakorlatilag vagy nagyon jó barátokat látok, időközben szerzett barátokat, vagy nagyon kedves ismerősöket legyen, akár szó a meghívott csapattagokról, akár pedig a sajtó képviselőiről, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Nagyon röviden csak egy kicsit a szabaduló szobák szarvasi történetéről, hiszen azért van, aki már ebben elmélyült, és gyakorlott szabaduló művész, van, aki pedig most először vesz részt a játékban. 2015 volt az az év, tehát most már 5 évvel ezelőtt, amikor az első szarvasi szabaduló szobát felavattuk. Ez volt egyébként a titkos szoba, akkor a II. Sámuel Múzeummal karöltve a Szárazmarom területén alakítottuk ki ezt a pályát, és ott az utolsó szarvasi Molnár rejtélyét kellett megfejteni. Majd egyébként ezt újra és újra tapasztaljátok a csapattagok is, hogy biztos, hogy hangosabbak lesznek a fávák, mint mi. Majd meglátjuk, hogy oda bent ez hogy alakul. Tehát ez volt a titkos szoba, utána pedig, ahogy igazgatónő is említette, 2016-ban itt megnyílt a titkok kertje. Nagyon szépen köszönöm már akkor is, hogy felkarolt és fantáziát látott egyébként ebben a projektben. Akkor egyébként a titkok kertje is ugyanebben az épületben lett berendezve. Hát annyi érdekességet elmondhatok, hogy akkor gyakorlatilag 3 helységben volt egy pálya, most 2 pálya van összesen 7 helységben, tehát az elmúlt évek arra is lehetőséget adtak, hogy egy kicsit felülbíráljuk az alkotókedvünket, a fantáziánkat, és ugyanazt a teret egészen jól és egészen másképp is hasznosíthatjuk, úgyhogy ez majd kiderül most a csapat számára is. Utána pedig
az időfogságában pálya nyílt meg a Vasút utca 10 szám alatt, ahol pedig a Ótemplomi Egyházközséggel karöltve tudtunk együtt dolgozni. És ahogy igazgatónő említette, 2018-ban felavattuk a viharzónát, a tavalyi évben egy szabadtéri kalandpályát, a Csoda Ösvényt, ami elsősorban kisgyermekes családokat célzott meg, illetve a fiatalabb korosztályt, és az idei évet sem hagytuk ki attrakció nélkül. Ez lett az Árnyékvilág, amit így előjáróban elmondhatok, hogy mindig azért próbáltam feszegetni a határokat, és a szabaduló szobáknál azt vettem észre, különösen ugye akár fővárosi, nagyvárosi szinten, hogy egyfajta új generációról beszélhetünk már szabaduló szoba szinten is, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen 3-4 számjegyű lakatokkal, zárakkal kell megküzdeni, hanem egyre inkább az elektronika, az új műszaki megoldások is megjelennek a pályákon. Hát így van ez nálunk most az Árnyékvilágban is, úgyhogy nagyon sok meglepetés, reméljük, és sok-sok titok, aminek a végére jár majd a csapat. Engedjétek meg, hogy akkor bemutassam a csapat tagjait, ahogy így elhangzott, valóban kistérségi szinten, és főként a turisztika, illetve a közélet szereplőit vártam ide. Közöttük is vannak olyanok, akik gyakorlatilag rutinos szabadulók, illetve akár szabaduló szobát üzemeltetnek, illetve vannak olyanok, akik életükben először fognak szabadulni. Hát a hölgyekkel kezdeném, ugye Peckel Krisztina, a Pont TV rádió szerkesztője, Mezőtúrról érkezett, te már voltál, ugye? Te már szabadultál korábban. Sérelem a gyerekeknek. Nem szabaduló gyerekeknek vigyázom. Úgyhogy első áldozóként, akkor majd meglátjuk, hogy erősíti a csapatot. Bobos Péter, Csaba Csüdről, a Csaba Csüdi önkormányzat tagja, illetve Bukarestben 3 szabaduló szobát is üzemeltetett korábban, úgyhogy biztos, hogy a csapat egyik erőssége lesz. Bogdán Tamás, a Körösmenti TDM elnöke, illetve a Liget Választás Konferencia Hotel igazgatója. Ha jól tudom, te még nem szabadul. Már legalább 3-szor ugrottam neki, de sose jutottam el az ajtóig. Beállati ajtóig sem. Úgyhogy most az első alkalommal. Hovanec András, Kondorosról. Ott a Kondorosi Alföldi Betyár szabaduló szobának az ötlet gazdája és üzemeltetője, egy fél éve működő pályáról van szó körülbelül, úgyhogy ő is tudja a dörgést majd, remélhetőleg. Gera Krisztián, a Gyomándrődről, a Liget fürdő igazgatója és a Gyomándrődi Ültetési Szövetség Turisztikai Egyesület, hogy jól mondom, a Gyüsztének az elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt vagy te is, és erősíted a csapatot. Voltál már szabadulni, ha jól tudom, a te esetedben, csak más településen. Illetve dr. Esfalvi Balázs, Békés Szent András alpolgármestere, valamint a Hunyadi Kastély tulajdonosa, üzemeltetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad te is köszönöm, a meghívásunk. Te voltál már? Itt még nem voltam, nagyon izgalmasnak tartom, nagyon várom már. Illetve hát nem tudom, a szorvosi képviselőtestület tagjai közül, akár alpolgármester úr, akár képviselő úr, hogy végül is hogy döntöttek, hogy valamelyikük bemegye a csapattal. Igen. Ez a szó is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szarvas Város Önkormányzat a képviselőtestülete nevében. Nagy örömünkre szolgál, hogy városunkban szélesedik a paletta, és ezzel a szabaduló szobával is a turisztikát támogatjuk, ugyan most nehéz helyzetben van, de reméljük, hogy ez az időszak, ha elmúlik, akkor az év hátra lévő részével gazdagodik ezzel is az élménypark Szarvason. Képviselőtársam Farkas Tamás fog részt venni a mai játékba, úgyhogy reméljük, hogy eljut a csapattal az ajtóig. Köszönöm szépen még egyszer. Farvizen, közlekedve. Voltál már képviselő? Igen, voltam már. Ebben a szabaduló szobában volt szerencsém egyszer egy születésnapi ajándékként részt venni. Nagyon élménydús volt. Biztos vagyok benne, hogy most úgymond az átalakított szabaduló szoba hasonlóan meg fogja mozgatni a fantáziámat, és segítségére tudok majd lenni a csapattársaknak én is. Hát egész biztosan így lesz, nagyon szépen köszönjük. És mielőtt akkor még a csapatot beengednénk a pályára, legyenek így az utolsó mondatok valóban a köszöneté, hiszen ez a pálya nem jöhetett volna létre, hogyha nincsenek olyan emberek,
akikkel gyakorlatilag talán nem is találkoztam volna, ha nincs ez a projekt, nincs ez az ötlet, hogy szabaduló szoba legyen, létezzen Szarvason. Úgyhogy szeretném neki egyrészt szóban kifejezni a köszönetemet, másrészt pedig jelképes ajándékok formájában, ha megengeditek. Elsőként igazgatónőnek. Köszönöm szépen a segítséget, az állandó biztosan. A legnehezebb, de ő mindig háttérben van, úgyhogy most az egyszer szeretném, ha előre jönne. Robi, Nagy Robert, kérem ide, hiszen ő az fiatalosként az egész projektben közvetült. Nagyon szerint, de nélkületként gyakorlatilag nem jött volna létre ez a pálya. Minden, ami asztalos elem és alkotó munka az az ő, illetve majd mindjárt mondom az algoritmus további munkatársainak a munkáját dicséri. Fői kolléga, köszönöm. Köszönöm szépen. Babec István, Pisti, gyere akkor te is. A legéveszállú munkatárs. Gabi, Usher Gábor. Huszárik Gábor volt az, aki az idei évben így a műszaki megoldások terén kisegített bennünket, engem. Kezem, aki nélkül gyakorlatilag nem csak ez a pálya, hanem az összes nem jöhetett volna létre. Hasonlóan szerény Robihoz, Kasik Máté. Köszönöm szépen, hogy kibírtad az összes. És az anyukájának is annyit elárulhatok, mert ő kevés ilyen ember van szerintem, aki például meglepetésként kifestettek egy konyhát nekem, mondván, hogy így tökéletes, hogyha minden passzol. Úgyhogy ez volt még a grátis ajándékom. Itt van még, aki a plakátot tervezte, Petrocki Kis Anna, gyere légy szíves te is. Köszönöm, hogy eljöttél. Ő Kunszent Mártani. A grafikai munkák látvány elemek anyja, ezúttal Győri Erzsébet Zsada, aki most már több projektben közben működik. Köszönöm szépen a munkádat! És akkor remélhetőleg nem hagytam ki senkit, illetve hát a páromat, de hát az ő ajándéka, a közös ajándékunk majd hétvégén érkezik. Ezt most nem előlegezném meg most így a mai napon. Úgyhogy gyakorlatilag minden készen áll arra, hogy elinduljon a csapat, illetve hát még mielőtt beléptek az árnyékvilágba, egy szelettortával szeretnék mindenkit megkínálni, így ünneplés gyanánt. Fogadjátok el, fogyasszátok nagy szeretettel. Aközben, aki esetleg nem szeretne bemenni a pályára, de mégis nem látta korábban, azt végigvezetem egy síta erejéig, és akkor utána pedig a csapat összeszedi addig az elejét, és indulhattok, jó? Egy sajtótájékoztatón vagyunk az Arborétumban, ismételten megnyílt a kertben egy újabb attrakció, egy újabb turisztikai látványosság, illetve játék, mit lehet erről tudni? Igyekszünk minden évben valami újat előadni a látogatók számára. Ez idén is sikerült, bár elég nehéz volt ez az év, illetve az évnek az eleje, de azért úgy gondolom, hogy innentől kezdve teljes gőzzel beindul az élet, és hát természetesen a látogatókat is nagyon várunk, és gondolom, hogy ők is érkezni fognak. Az idei év attrakciója az árnyékvilág kiszabaduló játékunk.
Korábbi években már együttműködtünk Hegedűs Évivel, ő a minden játékoknak illetője és kidolgozója, úgyhogy az ő utasításai szerint, illetve azért voltak együttes gondolataink is, hogy mit hogyan kellene megvalósítani, és szépen haladtunk az évek folyamán. Először létrejött a Titkok kertje, utána a Viharzóna, elkészült a Csodaösvény, ami kültéren is játszható, illetve most az Árnyékvilág egy újdonságként, hiszen nekünk is haladni kell a korral, és ebben a játékban már olyan elemek is megjelennek, amik ehhez igazodnak, hiszen a technikai megoldások számosokkal nagyobb, mint a korábbi játékokban. Úgyhogy ez természetesen azt is hozta magával, hogy bonyolultabbá vált a kialakítás, de az a kis csapat, aki ebben dolgozott, akár a munkatársaimat említem, akár a városból érkező segítőket, mind-mind úgy dolgoztak, hogy létrejöhetett ez a kis alkotás, amit mai napon szeretettel tárunk a látogatók elé. Azt a néhány hónapot, amikor járványhelyzet volt, illetve hát még most is járványhelyzet van, az arborétum, a kert hogyan vészelt át? Mi minden egyes nap nyitva voltunk, ugyanúgy, mint eddig bármikor. Azokat a részeket zártuk csak be, amik zárt teret jelentenek, így az üvegházat és a varástanyát. Szakvezetések se voltak, tehát a csoportos megjelenést nem motiváltuk. Ettől függetlenül azért látványosan kevesebben érkeztek hozzánk, mint a korábbi években. Az osztálykirándulások száma nullára csökkent, és azon egyéb korosztályból érkező csoportok száma is, akik korábban jelen voltak. Nagyon bízom benne, hogy ez azért az év többi részében majd egy picikét fellendülés irányába fog elmenni. Úgy látjuk most az utóbbi három hétvégén, hogy a családok nagyon nagy számmal elindultak, és talán erősebbek is voltak ezek a hétvégék a családi szempontból, mint korábbi években, de ettől függetlenül azért ez a csoportok hiánya azért nagyon érezhető, és gondolom azt, hogyha a gyerekek visszatérhetnek az iskolába, és az a pénzforrás, ami támogatásokból, egyebekből rendelkezésükre áll, ezt igenis ki fogják használni, és azok a jó dolgok, amiket mi kínálunk, ez majd motiválja őket arra, hogy hozzánk is jöjjenek. Pontosan mikor látogatható az arborétum, tehát a nyitvatartás az hogyan alakul? Reggel 8-tól sötétedésig vagyunk nyitva minden egyes nap, legyen az szilveszter, új év, vagy mondjunk valami nyári pünkös hétvégé, ami most következik. Beszélgető partnerem Hegedűs Évi kolléganőnk, a helyszín pedig a Szarvasi Arborétum. Ismételten egy szabaduló szoba megnyitására érkeztünk. Évi, hanyadik szabaduló szoba ez? Mi benne az új? Mi a neve? Mondj el erről néhány szót nekünk. Szarvason ez az ötödik szabaduló szoba, ami megnyílt, de ebből ténylegesen és folyamatosan három működik, jelen pillanatban is. 2015-ben nyílt meg az első pálya, a titkos szoba a Szárazmalom területén. Ez kicsit kényszerű okokból, de azért városi szinten örömteli esemény miatt, hiszen felújítják a Tesedik Sámuel Múzeumot, ezért szünetelni kényszerült. Éppen ezért tovább gondoltuk, úgyhogy időközben megnyílt a vasútusa 10 szám alatt az időfogságában, az Ótemplomi Egyházközséggel karöltve, illetve itt az Arborétumban ez a harmadik pálya már, amit felavathatunk, a Titkok kertje a Viharzóna után. Most úgy gondoltuk, hogy mivel az igény az folyamatos, és ugye a szabaduló szobáknak az egyik titka, hogy igazából egyszer látogatható egy pálya, utána eltűnik az újdonság varázsa, hiszen egy-egy pálya kiépítése nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat. Éppen ezért, hogyha valaki egy új pályát szeretne felkeresni, ahhoz azt kell, hogy kiépítsünk, megvalósítsunk egy újabb szabadulószobát. Ez történt most már a 21. század elvárásainak megfelelve. Úgy gondoltuk, hogy egyfajta részben új generációs pályát építünk az Árnyékvilággal. Ez az új generáció, ez azt jelenti, hogy nem csak lakatok, számzárak találhatók most már a pályán, hanem nagyon sok műszaki, elektronikai megoldás, ami ezáltal még látványosabbá, élvezetesebbé teszi a pályát. Amikor egy-egy új szabadulószoba tervei a fejedben megfogalmazódnak, akkor hogyan kezdesz hozzá? Hogyan jönnek ezek az ötletek? Vannak-e segítőid ebben?
Érdekes a kérdés már csak azért is, mert elég sok tapasztalatot gyűjtöttem már akár a fővárosból kiindulva, illetve hát mi is egyfajta csapatépítésként, ismeretbővítésként, hát nem utolsó sorban pedig szórakozásként járjuk a szabaduló szobákat a térségben, illetve országszerte is, és azért azt vettük észre, hogy különösen azért a fővárosban valóban erre egy komplett team van, tehát van néhány fő, aki az elméleti gazdája a pályának, vannak akik a kivitelezésben segítenek, illetve az üzemeltetés is nagyban, most már természetesen alkalmazottakkal oldják meg. Ez itt Szarvason, ez egy icipici team, mindössze néhány főből tevődik, illetve vannak olyan személyek, akik gyakorlatilag a kezdetektől, a tervezéstől, egészen a kivitelezésig, a megvalósításig, illetve az üzemeltetésig végigkísérik a folyamatot. Itt jelen esetben nagyon-nagyon sokat köszönhetek az Arborétum dolgozóinak, illetve az Arborétum vezetőjének, dr. Hanyec Katalinnak, aki felkarolta az egész projektet. Ők maguk is egyébként annyit elárultak, hogy családdal jöttek el még az első pályára, és nagyon megtetszett nekik a játék, maga az ötlet, illetve adott volt itt az Arborétum közepén az egykori siposház kihasználatlanul, és innen jött az ötlet, hogy miért ne lehetne akár itt a Pepi kertben is egy hasonló játékot rendezni. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, azt mondhatom, hogy tényleg egy maroknyian voltak, akik ezt a szobát kialakították, annyi különbséggel, hogy én tudtam nagyon jó, hogy hol vannak a határaim, ez pedig a műszaki és az elektronikai megoldásokat jelentette. Itt segítséget kértem ennél a pályánál, Huszárik Gábor volt az, aki ebben oroszlán részt vállalt, illetve arra is nagyon figyeltem, hogy a látványvilága is ennek a pályának még inkább elvarázsolja a játékosokat. Ebben a részében pedig Győri Erzsébet képgrafikus, azaz Zsada segített nagyon-nagyon sokat. Az előző szabadulószobák megnyitóira is általában ismert embereket hívtál, vagy városvezetőket hívtál, most is így van ez, kik jöttek el a mai megnyitóra, illetve a mai első próbajátékra, és nem csak szarvasiak, úgy gondolom, hanem a térségből is. Valóban törekedtem arra az előző pályák megnyitásakor is, hogy élmény legyen az avató ünnepség. Így például a legutóbbi pályánál, a viharzónánál stílszerűen egy meteorológus is, egy közismert, most már Szarvason élő meteorológus, Pártai Lucia is a csapattagját képezte, illetve az Idő fogságában című pályát pedig lelkészek avatták fel, különböző felekezeteket képviselve. Ezúttal arra gondoltam, hogy mivel maga a játék csapatépítésnek is kiváló, a családok, baráti társaságok mellett azért nagyon sok cég is megfordul nálunk szerencsére. Miért ne lehetne ezt kistérségi szinten megtenni? Úgyhogy a különböző települések egy-egy képviselőjét kértem fel, elsősorban a turisztika oldaláról képviselve, hogy vállalják ezt a kihívást, és vegyenek részt az árnyékvilág avatásán. Úgyhogy így Békésszentandrásról, Szarvasról, Csabacsűdről, Gyomándrődről, Mezőtúról és Kondorosról is van egy-egy csapattagunk, illetve az utolsó pillanatban Molnár Etele alpolgármester úr, illetve Farkas Tamás képviselő úr is úgy döntött, hogy vállalják ezt a megmérettetést, úgyhogy egy 8 tagú csapat vág neki most a kiszabadulásnak. Te hamarosan ismét anyai örömök elé nézel, bizonyára vannak munkatársaid, akik foglalkoznak a szabaduló szobákkal, és azok zavartalanul működni fognak ezután is. Igen, bízunk benne természetesen. Ugye az elmúlt időszak az a turizmus szereplőinek nem volt könnyű. Az elmúlt 2 hónapra gondolok, ami a koronavírus járványt illeti. Ugye ezt mi is érzékeltük, az előző években azért azt tapasztaltuk, hogy a szabaduló szobák iránti igény azért már március-április környékén jelentkezik, a május pedig az osztálykirándulások hónapja volt. Most ez kimaradt. Az utóbbi 1-2 hétben éledezik a turizmus Szarvason, most már azért a telefonhívások is egyre gyakoribbak, hogy abban bízok, megmondom őszintén, hogy a nyáron visszatér az élet a régi kerékvágásába, vagy legalábbis akik a szabadba vágynak, pihenni vágynak, azok nagyon sokan választják Szarvast és térségét, ami valóban kiváló célpont, és azon belül azért lesznek olyanok is szép számmal, akik majd kipróbálják a szabaduló szobáinkat. Ha valaki szeretné őket kipróbálni, akkor hogyan, milyen módon lehet bejelentkezni?
Van egy honlapunk, amely már évek óta működik, ez a titkosszoba.hu. Ide kell kattintani, itt az egész kínálat repertoár megtalálható. Ugye nem beszéltem még a csodaösvényről, amely egy szabadtéri kalandpálya. Nagyon sokan kérdezik, illetve az a tapasztalat, hogy azért a szabadulószobák iránti igény még mindig növekvőben van. Nagyon sokan szeretik ezeket a játékokat. Viszont tény, hogy nem könnyű pályáink vannak, éppen ezért 12 éves korosztálytól ajánljuk szülői kísérettel. Van azonban egy kifejezetten gyerekeknek szánt pályánk, ez a csodaösvény, ami egy szabadtéri kalandpálya az Arborétum területén. Itt a gyerekek lehetnek a főhősök, tehát abszolút nekik célzott feladatok vannak, emellett pedig megismerhetik az Arborétum nevezetességeit is, úgyhogy erre is lehet jelentkezni a honlapon található telefonszámokon keresztül.